Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Rutai Gábor költőmata vagyok, ami azt jelenti, hogy ez a hoz egy verset Rimportré magazin, ahova mindig érkezik egy vendég, aki izgalmas, érdekes vagy jóképű, és ő hoz egy verset magával, ami elindít egy beszélgetést, vagy épp megakaszt. És ez most is ugyanígy lesz, vendégem pedig nem más, mint Deák Kristóf, akit köszöntök sok szeretettel. Szervusztok, szia! Az a megfigyelésem, hogy a te neved, hogy Dák Kristóf nem hangzik el úgy, hogy körülbelül egy méteren belül az Oscar kifejezés ne hangozzék el, hogy már lassan föl is vehetnéd akár második keresztnévnek. Ez hogy éled meg? Az identitásod nem sérülte ezáltal? Hát így alakult az identitásom. Most mit lehet ezzel csinálni? Mit meg, meg kell szokni, most már 7 év eltelt azóta. Igen. Most volt a hetedik évforduló, és azt mondják, hogy most már minden sejt lecserélődött, úgyhogy a, igazából én már is teljesen vagy. másik ember vagyok, de, de, de sikerült szerintem lassan hozzászoknom, hogy ezzel most már együtt kell élnem. Jó, hát? Ezek az édes súlyok az ember életében. Meg, megpróbálok kevesebbet foglalkozni ezzel, mert szerintem ez már az a gomb nálad, ami, ami hogy mondjam, ilyen, elindít ilyen monoton. Ez az automatát be, igen. beindítja, igen, úgyhogy ez nem annyira. Úgyhogy nem annyira fogunk erről beszélni. Kivéve akkor, hogyha valami miatt erre sodródik majd a műsor, ezt soha nem lehet sejteni. Amit még érdekes lehet veled kapcsolatban elmondani, hogy mi hosszú ideig kollégák voltunk, bár lehet, hogy erről nem tudtunk, vagy tudtunk, de annyira nem ismertük egymást. Az Estefemben vezettél műsort, majd aztán abban a Rádiókaféban is, ami nem ez, hanem a igaz elődje volt, uh -huh. ahol én is műsort vezettem, és te is, mégpedig. Bizony. Hát én voltam, Rozsé, a Hófehérke visszatér, kettő című műsorból, Lángosz, Méter és Rozsé, hárman voltunk. És, és aztán lett egy Simon Mondja című műsorunk, ami már egy ilyen városméretű betelefonálós vetélkedő volt, és aztán a Hóférke visszatér hárommal jöttünk vissza, majd ezzel ért véget a pályafutásunk <laughs> <laughs> csúfos módon. A, a, Mármint, hogy ez egy kiprovokált szituáció volt, ezt Igen, meséli, hát most jópofa vagy, hogy a leg, legcsúnyább részsel kell kezdenem, mert azért itt évek kemény munkája, egy nagyon, nagyon jópofa jó dolgot építettünk fel. A Hofeérke visszatér kettő, az úgy indult, hogy az akkori főszerkesztő Pálinkás és Robert ez bementünk. Helyesebben a faragó Dani Lángosz bement, és azt mondta neki, hogy mi nagyon szeretnénk itt egy műsort csinálni, mert nagyon tetszik ez a rádió nekünk, és azt gondoljuk, hogy van egy szuperi ötletünk. Nem volt, de sürgősen még aznap este megszültük, és persze kidobták a Danit kétszer is szerintem a rádióépületéből, és harmadszor is visszament, és harmadszorra valamiért azt mondta a párink, hogy nem ismerték föl, vagy volt egy sáv a hajnali kettő hétfőn, tehát az a legrosszabb sáv, amikor mindenki már réges -rég alszik, és a Starsky és Hard Jazz klub is rég véget ért, és akkor azt megkaptuk, hogy ott hülyeskedjünk bármit. Igazából Igen. annak nem volt tétje valahogy senki szemére, és mi azt gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan műsort, ami hát ilyen uh, éjszakai culture jamming, tehát ilyen szépen csöndben a radar alatt uh, csinálunk verziókat a, az Orson Welles féle uh, világok harcára, tehát magyarul, hogy úgy teszünk Igen. egy pár órán keresztül, mintha valami igaz lenne. Igen. És akkor megnézzük, hogy aki betelefonál, az akkor most el fogja hinni, és azért játszik velünk, vagy tudja, hogy ez egy játék, és azért játszik Aha. velünk, és mind a kettő nagyon vicces volt mindig. És akkor ilyen, tudom én, a szelidebb dolgok azok például azok voltak, amikor a kétfejű gyermek, a születendő kétfejű gyermek anyját és apját behívtuk, ilyen kicsit ilyen bulváros verzióban, ahol megvitattuk, hogy most akkor elvetessék, vagy nevetessék, mert hát kétfeje lesz szegénynek, és akkor mit lehet itt csinálni, hogy lehet Aha. így majd élni. Uh, aztán voltak, voltak uh, erősebbek is, amikor például ellopták a, ellopták a kamionunkat. A Budapest Parádén volt egy hóférke visszatér kettő kamionunk, és annak a, az eltűnéséről és megkerüléséről egy komplett. Uh, Hát ilyen komandos, komandos visszafoglalós hangjátékkal megspékelt, nagyon izgalmas adás volt, ilyenek voltak. Nagyon Ezeket nagyon szeretem ezt a műfajt, még 2001 2 környékén barátommal megalakítottunk egy világhírű zenekart, a Magic Vendors nevű zenekart, és hát akkor még a, a zenekaroknak még nem mindignek volt weblapja, stb., de nekünk volt egy gyönyörű szép weblapunk, egy nagyon tehetséges grafikus csaj beállt ebbe a hülyeségbe, és megcsináltuk a weboldalt, és volt diszkográfiánk, lemez, borítók, címek, interjúktok, ezzel minden volt benne. És engem rendszeresen interjúztak rádióba a Magic Wonders világhírű, mert hát olyan hírek voltak, hogy bejártuk a világot, és a többi, és ezt évekig csináltuk. E és aztán a kávéba, az előző kávéba és a délutáni kávéházban volt két ilyen kamu műsorunk, amit nagyon nagyon szerettem, és hülyeségeket csináltunk. Na, oké, tehát akkor e csak azt nem mondtad, de hogy, hogy lett vége? <laughs> Jól eltereltem a témát pedig, de csak sikerült. nem engeded el. Nem, hát úgy lett vége, hogy igazából kifulladtunk, meg más dolgok érdekeltek már minket akkor. Addigra mind a hárman a filmművészeti egyetemre jártunk már, és és elhatároztuk egyik nap, hogy akkor csináljunk egy olyan adást, amiért biztosan fognak rúgni minket, és gyakorlatilag arról szólt az adás, de nem viccelek, órákon keresztül, hogy elmondtuk, hogy éppen mit csinálunk. Tehát mintha hogy most azt mondanám, hogy én éppen most itt beszélek a mikrofonba, és te éppen bólogatsz. Itt balra tőlem ezen a tévén itt mennek ezek a kis kukacok, és most megint mondok egy mondatot. Uh -huh. Azt mondtad, hogy... Uh -huh. Igen, tehát így. És ezt nem viccelek, szerintem egy másfél órán keresztül tudtuk folytatni, lehet, hogy néha zenei betétek voltak, de akkor utána, miután a, a, az igazi egyetlen és első valóságról szóló műsort megcsináltuk, akkor utána sajnos kirúgtak minket. Aha. Hát pedig ennél rílebb, bet nehéz elképzelni. Jó, akkor esetre a terv bevált, a műsor véget ért. Nem és... tudom, hogy ez volt valójában a legjobb terv, de, de akkor ez tűnt jó. Hát ilyen 20 Aha. nem tudom, hány évesek voltunk, 20. És innen igazából már egyenes út vezetett a, az Oscar színpadig, tehát ezt lehet ezt, mint egy ilyen ívet. Tizenöt év, két pislogás, és már és ott, és ott már is volt. Uh, jó. A ha műsor témájára, hogyha elkezdenénk oda kanyarodni, mármint az, hogy szép irodalom, uh -huh. akkor rögtön az jutott nekem eszembe, egy az elmúlt napokban, hogy gondolkoztam felőled rólad, hogy, hogy a, a rendezői szakma mennyire Mennyire összetett, abból a szempontból, hogy hogy nem csak a, a vizuális tartalom, ami, ami egy már eleve egy összetett dolog, hanem még mellette, még az zene egyfajta hangulati elemként. És ott van a szöveg, a monológok, hogy mikor beszéljünk szavak nélkül, mikor érdemes egy hosszabb csöndet tartani, mikor van egy szónak nagyobb ereje, mert egy vers, amikor le van írva, Hát az fehér papíron fekete szöveg, a te fejedben dől el az, hogy milyen tempóba olvasod, hogy mikor állsz meg, hogy milyen tartalommal bír, de egy filmben tulajdonképpen mindent a rendező old meg helyetted, kvázi, a szádba adja a gondolatokat, hogy ott hol kell szünetet tartani, hol kell, azt, hol kell magadat mondjuk rosszul érezni, hol vagy feldobva, hiszen egy mondatot egy színész tízféleképpen tud úgy mondani, hogy az mást és mást jelentsen. Szóval neked mi a viszonyod egyébként a szöveggel, amikor egy filmmel foglalkozol, és kompletten kell vizsgálni az egész jelenetet? Nagyon érdekes. Egyébként, amit mondasz, azért egyet is értek, meg nem is. A filmrendező szerintem akkor végzett igazán ügyes munkát, vagy én is mindig arra törekszem, hogyha nem adjagol kis kanállal mindent a nézőnek. Tehát mondjuk a kedvenc példám és nagyon ismert általában magyar nézők körében a Saul fia, ahol ugye annak a filmnek a nagy részét ezt a néző hozza oda a moziba a fejében. És utána csak megnyom a rendező egy gombot, és hallunk egy pár hangot, és mögé tesszük, és nem is látjuk azt, hogy mi van, csak oda képzeljük. Tehát ugyanígy szerintem, meg ezer más trükkel egy rendező azért el tudja azt érni, hogy több különböző rétegben, több különböző dolog, akár több különböző láthatatlan ritmusban is beinduljon a néző fejében. És hogyha ha, ha ügyes a rendező, akkor el tudja érni azt, hogy ezek több különböző rétegre bontsák a jelentést, és úgy adódjon uh -huh. át valami, és nagyon megmozdítsa a nézőben is a, 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 a lelket és a, a, az emlékeket. És amikor azok elkezdenek dolgozni, akkor kezd el igazán hatni valami, szerintem. Uh -huh. Meg akkor tud úgy hatni, hogy akkor is hat, amikor kimész a moziból, és még egy nappal később is, még egy héttel később is eszedbe jut egy mondat, vagy egy pillanat, vagy valami. Tehát az, azok, a, azok a nagyon szuper dolgok. És ez általában nem az, amikor mikrogramra ki van találva, hogy mit látsz, és mit hallasz, és mit mit kapsz, hanem hanem amikor jön valami olyasmi, hogy hogy mondjuk tényleg az a színész, az, az valamit a saját életéből, valami ilyen pici rezdülést belevisz abba a sorba, amitől egy olyan gellert kap az egész, hogy soha nem felejted el. Uh -huh. Szóval szerintem az a szép ebben a szakmában, hogy nagyon sokan dolgozunk együtt valamin, és hogyha sikerül azt elérni, hogy mindenki ilyen érzékeny módon szűrját magán, és beletegye azt a kis pici valami gellert, akkor egyre több esély van arra, hogy egyre több nézőnél valahogy betalál az a, az a, az a dolog. De hát a szöveg az, mondjuk, nagyon sokféle eredetű lehet. Ugye én is kísérleteztem forgatókönyvírással, van tervem olyan, ami, ami szép irodalmi adaptáció, bár be kell, hogy vajon, hogy ilyenekből kevesebb van. Majd ezt is elmondom esetleg, hogy miért alakult így, vagy miért gondolom, hogy így alakult. De, de. Dolgozom együtt írókkal, uh -huh. és az is nagyon érdekes, hogy, hogy nagyon jó dolgok tudnak abból kijönni, amikor valaki megengedi nekem azt, hogy én értelmezzem az ő szövegét. És amúgy a ritmus adás például, az, az igen, az mégiscsak a rendező dolga valahol, hogy egy, egy ritmust adjon, de az is valahol úgy működik, hogy próbáljuk eltalálni azt, vagy beállítani azt, vagy ráállítani a nézőt egy ritmusra, ami utána már magától úgy zakatol benne, és akkor. Ekkor jön az az effektus, amit a Walter Murch említ a Koppola vágója a könyvében, hogy egyszerre pislognak a nézők a moziban. De Tehát, hogy, hogy összeszinkronizálódnak Aha, az, igen. az agyak. És igen. ez egy csodálatos dolog, hogy, hogy, hogy el lehet, lehet, lehet ezt érni, hogy hogy szinkronban működjenek az agyhullámok. Ez, a, amit nagyon tudnak Hollywoodban például, és a kérdésem is bizt, kicsit erre is vonatkozott, hogy mikor van az a, az a jó pillanat, az a jól elkapott pillanat, amikor, amikor van egy sodrása a filmnek, és egyszer csak megáll a kép egy arcon, és két percig nem mozdul, és az ember beszél. És valami miatt, az ott rohadtul működik. Tehát egy monológot látunk, mindenféle vágás és minden egyéb zaj, meg évek nélkül, hogy arra ott és akkor pont arra volt szükség. Szerintem ez, 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 ez nagyon ez egy nagyon jó eszköz, de ezt te jobban tudod, amikor egy szöveg működik. Igen, félelmetes is tud lenni egyébként <laughs> rendezőként, mint feladat, az hogy, az, hogy mit lehet csinálni, mert ugye ez nagyon nagy részt egyébként a színésznek a, a munkája, az, hogy egy monológ hogyan, uh -huh. hogyan születik meg. Tehát én nem nagyon tudok sok minden más csinálni, mint egy, egy igazán jó színész, mint hogy mélyen átbeszélem azt, hogy szerintem ez a szöveg, ez micsoda, és hogy épül, és mi a kontextusa az egész történetben, és honnan, hová megy, és a többi. És akkor ő utána azt magából meg kell, hogy tudja oldani, úgyhogy az jöjjön ki belőle, nem. amit én szeretnék. Tehát ez az érdekes játék. Én nem tudom apróra instruálni, hogy itt egy kicsit vitt föl egy pillanatnyi szünet, ott egy Ez nem így működik, én a vágásban max. kicsit bele tudok nyúlni. De jó, de... de jó, hogy ezt mondod, mert most az jutott eszembe, hogy, hogy van a klasszikus A, mondjuk színházi rendező, akiről pontosan tudjuk, hogy hogy működik, aki órákat tölt egy-egy karakter megformálásával, a színészszel, a színpadon, a mozdulatokkal, nem tudom micsoda. Ugye te egy másik világból érkeztél a rendezői szakmában, egy másfajta szemmel nézettek te, én legalábbis úgy érzem, hogy te a, a végterméket látod jobban, vagy a, a, ez a vágói szemlélettel, vagy akkor inkább úgy kérdezem, hogy, hogy te mennyire szereted azt a fajta munkát, amikor egy színész kell instruálni? Nagyon. <laughs> Nagyon, de, de én arra lettem nevelve Angliában, hogy teljes egyenértékű alkotótársként dolgozzak a színészekkel, és ne akarjam <kül> ne akarjam apróra előírni nekik, hogy mit, hogyan csináljanak, mert teljesen fölösleges, mert abból csak egy maher lesz valószínűleg. A színpad sokkal több mindent elvisel egyébként. De vannak olyan színpadi rendezési technikák, amiket filmben is használunk. Tehát például, bár én nem mondom meg mondjuk Pogány Juditnak, hogy a, például az Unoka című filmben van neki egy ilyen monológia, én ezt nem mondtam el neki, hogy ott mikor gördüljön le a könycsepp, meg, meg ilyesmi, de azt például azért megbeszéltük, hogy milyen utat járjon be, és körülbelül hol tartson a monológban a Uh -huh. téren belül, és körülbelül hol lépjen közelebb a, a, az unokájához, akihez beszél, és a többi. Tehát, hogy vannak, ö, és, és akkor ugyanez érvényes nyilván a, a kellékek használatára, a jelmez használatára, a, a térben való mozgásra, orientációra, stb. Tehát próbál az ember adni olyan ö, fizikai tőle, mankókat, segítségeket, amikbe bele tud kapaszkodni a színész, hogy aztán utána azokon tudjon úgymond lovagolni az egészen, és hogy közben történjen valami vele a térben, ami, ami ad egy plusz réteget a tartalomhoz. Uh, mindjárt kérdezek valami, csak a, uh, volt egy félmondatod azzal kapcsolatban, hogy, uh, hogy miért nem foglalkoztál még uh, szépirodalmi indítatású uh -huh. művekkel, és mondtad, hogy majd lehet, hogy elmondod. Ö, nem, ez nagyon érdekes, hogy ö, na, nagyon sok szép irodalmi ö, kedvencem van, nagyon sok novella is. Azt vettem észre, hogy a novellák adaptációi általában azok, amik nekem filmen tetszenek, tehát ö, körülbelül a, a nekem, nekem tetsző fordítás az valahogy úgy néz ki, hogy a novella az a játékfilm, és a regény az meg az epikus, hosszúságú sorozat Aha. mondjuk. Aha. Ilyen ö, tudom én, méretben, hát vagy de több teret teret ívek is ad Egy novella, nem? Hogy, Ö, hogy, ki tud meg bontogatni. több teret is ad, igen, de hogy azért a, az igazán, igazán jó szép irodalmi művek, azok nagyon nehezen megfilmesíthetőek általában. Uh -huh. Van egy pár jó példa, és mondjuk nekem az egyik kedvencem, az a Denis villeneuve a az Érkezés című filmje, amit a Ted a novellájából uh -huh. a The Story of My Life, uh, The Story of Your Life, Elnézést. Ezt most így. De én sem tudom. Mindegy, magyarul ez a címe ennek a novellának, <laughs> hogy érkezés természetesen a film után. De a, a, az a novella, az, az, az kimondottan egy megfilmesíthetetlen novella volt, és mégis sikerült megfilmesíteni. Egy kis csalással, mert egy másik Ted Chiang novellából egy óriási egy twistet így lenyúltak és átemeltek Aha. és újrahasznosítottak a filmhez, amitől lett egy olyan hát katarzis a jó. filmben, ami, ami, ami működött. De igen, de hogy, de, hogy uh, igazából minden eszköz megengedett. Nekem uh, azok a, az irodalmi alkotások, amikhez mondjuk hozzányúlnék, azok, azok ilyen, ilyen óriási nagy szent tehenek igazából. Tehát most én még nem tartok ott szerintem a karrieremben, hogy ezeket Mondj elkezdem példát, mi, mi, mi miért, miért gondolsz, ami nálad? Hát mondjuk az Umberto Eco-nak a foucault -a Aha. című. Regénye, az az nekem az egyik Bibliám. Az az, az az nekem hihetetlenül betalált, és számtalanszor olvastam, és egyébként nagyon izgalmas is, és olyan dolgokról szól, amikről én egyébként szeretnék beszélni. Uh -huh. Aki nem olvasta, annak azt tanácsolom, amit maga Eko is tanácsolt egyébként, azt hiszem a rózsaneve neve utószavában, hogy, hogy, az első ötven oldalon valahogy küzdj át magát, mert az direkt olyan szemétre van írva, hogy, hogy, csak az maradjon talpon, aki igazán értő olvasója lesz a könyvnek. Szóval ezen egy kicsit ott át kell küzdeni magát az embernek, és utána viszont egy olyan olyan thriller, összeesküvés, elméletes, thrilleres, tehát, hogy a, a Da Vinci kód az elmehet a fenébe. Az egy semmi ahhoz képest. Sőt, igazából a Da Vinci kód az egyébként innen, innen lett lopva, de de egyébként is elmehet a fenébe. De a, 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 az nekem például egy olyan könyv, amit, hogyha abból tudnék egy sorozatot csinálni még életemben, akkor Aha. azt hiszem, hogy elégedetten távoznék. Hát figyelj, számtalan mecénás és producer hallgatja ezt a műsort, úgyhogy... Mely, pészt, melyik pészt kamerával pészt kell beszélni? Onnan kell kérni? Igen, de van például van út regény is. Oh, saj, sajnos mely? már... Ami is sajnos, ö, Sajnos már belefogott valaki. Melyik? melyik? És most uh, Development Hell ben tartózkodik éppen, ez a macskabölcső. Ő, én ő nagy kedvencem. Hát... Igen. Van, amihez meg, van, amihez Az nem... Oppenheimer pár darabjaként a macska bölcső. De, de, szerintem van, amihez nem, 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 nem kell hozzá nyúlni, vagy nem szabad. Nem feltétlenül, csak ezek azok a dolgok, amik szerintem annyira sok értéket tartalmaznak, és annyira hetente vagy naponta találkozom olyan helyzeteken, amikor azt gondolom, hogy bár csak egy, 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 egy szintet lépne a, az emberiség tudata, hogy, hogy megértenénk többen azt, hogy hogy működünk valójában, és akkor jön a macska bölcső, vagy a fukóinga, vagy a Aha. bár, bármi más van még egy pár. És akkor azt gondolom, hogy de jó lenne egy ilyen popularizáltabb formában valahogy egy szélesebb közönségnek tudni átadni ezt a, ezt a, bölcsességet, ami ezekben a könyvekben van, és, és a, akkor, akkor jön mindig a, a szándék. Na, tehát mondtam, hogy egy kicsit máshova terelem, mert ez mégiscsak egy vers a van a főszerepben rajtad kívül ebben a műsorban, csak előtte még azt szerettem volna veled megbeszélni, hogy rengeteg féle, féle fajta művész körül. Uh, ugye, a, sőt, hát érintett is, vagy, te zenész is voltál, vagy. Uh, Most már nagyon-nagyon csak. De hogy van közöd a van. hangszeres játékhoz, van. a zenéhez, párod táncos, testvérei, grafikus művészek, uh -huh. táncos-koreográfus, igen. Uh, hogy, ugye, talán pedagógusok a, a, a is vannak a családodban többen, uh -huh. akik, akik talán magyar anyukád, francia-magyar szakos, vagy... Francia könyvtár. Könyvtár, szakos, na. Már Pláne. Szóval, hogy egyébként neked milyen kötődésed volt bármikor is az irodalomhoz, szép irodalomhoz, akár a költészethez? Ö, azt mindenképpen anyukámra kell, hogy fogjam, Aha. mert tényleg az ő... Egy, egyrészt az, az, hogy ő is imádott olvasni, ő is szerintem négy éves korától olvasott, már ha jól emlékszem. Én is már négy éves koromtól olvastam, és ö, olyan mázlin volt, hogy az általános iskolában volt pont annyi protekcióm, hogy nem kaptam egyes magatartásból azért, mert végig a pad alatt olvastam, hanem hagytak. Tehát és jó. akkor az ADHD-mat valahogy így sikerült <laughs> sublimálni, és ö, ennek ellenére valahogy mégis tudtam figyelni, és, és utána a felelésnél el tudtam mondani, amit kellett, úgyhogy de, de végigolvastam nem Szerintem, olvastam. az általános iskola. Ami a kezembe kerül. Jö, tehát, magyarán arról tehát, van szó, hogy ami egyébként nagyon sokszor erő. probléma, hogy már úgy kerül iskolába a gyerek, hogy már tud olvasni, tehát unja magát magyarán az első igen. két osztályba. Gondolom, akkor ez erről a, a jelenségről beszéltünk mm. a teljes is, és ha azt ők yeah. jó hagyják, hogy olvassák, csak szerintem ott már nem mindegy, hogy mit hagynak olvasni. Ezért kérdezem, hogy a mindent olvasok? Figyelj, én, én most komolyan nem emlékszem. Nem emlékszem, emlékszem. Szerintem uh, janikowski évára emlékszem talán, meg. Uh, meg Lázár Ervinre emlékszem, ilyenekre emlékszem. Teljes hülyeségeket de... nem olvastam, túl meg ilyen... De! De, 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 én de abszolút. Tudom, nem, lézem. nem, nem, az egyik első ilyen igazán, igazán, én azt gondoltam akkor, hogy ilyen felnőtt könyve, az ez a hatalmas formátumú vinetú. A nagy indián könyv, a... nem? Azt nem tudom, hogy az... Volt nagy ilyen egy, Ilyen könyv, nem? Ez, ez, a, ez a vinetú, vinetú, volt a címlapjára írva, Aha. biztosan, és a Kármének a vinetú történeteiből több is. Tehát az ilyen Old Shatterhand, meg az Old, old Death. Firehand, Death, 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 a... igen, ezek, ezek, Ó, ezek. Ó, Hát ez, fú, az, az, nagyon durva, epikus, epikus. Nagyon jó. És akkor cucult. a Gojko Mitics, ami... ami én nem, én után... nem láttam, nagyon-nagyon nagyon soká láttam utána ezeket. Igen? Nem, 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 jutott el valahogy hozzám de a milyen érdekes, sergi. volna most kiderül, hogy az indított el téged a pályán, hogy olvastad a pad alatt a nem. vinetut, majd megláttad Gojko mitics és azt mondtad, hogy ez az, ez az amikor vászonra visszük. Nem, de az <laughs> olyan érdekes, mert engem pont sokszor inkább azt, hogyha megláttam egy adaptációt, az arra sarkalt, hogy, hogy hát én ennél sokkal jobban tudnék csinálni. <laughs> és, és bossza, sok, sok, olyan, sok olyan film volt, aminél szintén ezt éreztem mondjuk ilyen lázadó tínédzser uh -huh. koromban. Sok magyar film is, de mondjuk a 90-es években azért volt egy pár mellé fogás a magyar filmiparban, úgyhogy nem csoda, hogy, hát sok volt, hogy hogy ezt érezhettem. De ott azt éreztem, ma már azt mondom, hogy eléggé eh, nagyképű tínédzser voltam, hogy azt éreztem, hogy hát én ennél sokkal jobbat tudok csinálni. Tehát ez nem már ne! Egyébként ide fő van nekem írva egy kérdés. Úgy hangzik, ja. hogy tudsz filmeket nézni. Persze. De... Hát nincs időm, de... De, 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 de erre majd térjük vissza Igen. később. Térjük vissza később, csak nem akarok, nem akarok nagyon csapongani. Tehát most csak az a kisgyerek érdekel, aki a pad alatt olvas, és a, mondjuk a Janikowski év, az tök jó találat, hogyha már ilyen szép irodalmi <kül> vizekre vezünk, de, mi, de első versélmény például volt, vagy azt ugye az iskolában e, szerezted be, vagy a, a, mondjuk anyukád mondott te? Annyira fura, hogy hogy működik a memória. Ha? Én nem emlékeztem például arra, hogy a hugommal együtt, amikor a hugom, aki nálam másfél évvel fiatalabb, tehát kettővel alattam járt mindig, MSL Hugom, ő, nagyobbik Hugom ő, ő, iskolába került, akkor az évnyitón, a Brassó utcai általános iskolában, Lőrincen, az évnyitón ketten szavaltunk egy verset, és erről egy videófelvétel is van, amit most láttam, negy, negy, na, jó, 30-x év távlatából, és én nem is emlékeztem arra, hogy ez megtörtént, ez a dolog, hogy ott álltunk, és tök ez szépen szavaltunk. A apukám a... átírta a házi videókat valami megnézhetőbb formátumra, és akkor ott nézegettük ezeket a régi dolgokat, és egyszer csak ott szavaltunk. Szóval elég korán kezdődhetett ez már, uh -huh. azt hiszem, hogy valakinek feltűnt, hogy tudok olvasni, és hogy olyan... azt tudom, hogy az óvodában volt olyan nagy csoportban, hogy én olvashattam már a mesét a többieknek, és akkor gondolom, ott talán valakinek föltűnt, hogy, hogy tudok dumálni. Őszintén szóval nem tudom, anyukámat kéne megkérdezni, mi volt az első. Arra emlékszem, hogy elvitt engem a Rádió Gyerekkorúsának a felvételére, vagy vagy nem is tudom, hogy így hívták-e akkor, de lényeg az, hogy ott kellett szavalni egy verset, és akkor én a, a Lázár Ervinnek a, a négyszögletű kerekerdő versíróversenyből versenyből kő, a döm A hát Nem a dömdödömölt, hanem ott voltak ilyen más egyebek. A, na Most nem tudom, kómirelő kötyúval, kimárülő kátyúval. Igen, ez Igen, tehát ezek, ezeket hoztam, nem vettek föl. <laughs> lehet, hogy ott, ott változott volna meg az életem Aha. rögtön, hogyha véletlenül elhiszem. Hát, hogy most operaénekesként hívtalak még volna be. Vörös Sándort választottál uh -huh. ebbe az adásba. Mondjam a sztorit? Tessék? Mondjam a sztorit, ami hozzá hogy olvassuk fel. A sorrend teljesen de csak é. azt akartam mondani, hogy ez, ezzel Vörös Sándor már a műsor sztárjává nőtte ki magát. Yes. Bárki nem Nem tiltakoztál, amikor feldobtam. Egyáltalán nem, én nagyon szeretem őt, és egyébként nekem nem tisztem szólni, hogy hozzá mást. Másrészt meg tök izgalmas az, hogy itt most már közel 50 adás, vagy már lehet, hogy már annyi is van. Szerintem a, negyede az Vörös Sándor. <laughs> És a többi az mindenki más. Úgyhogy ez egy, ez egy tök izgalmas kis statisztika, hogy a értelmiségi kultúrlények hogy válogatnak. <laughs> ha oda sorolhatnak. Van sztori ennek egyébként? Van sztoria. Mi a sztori? akkor az jöjjön. Előbb. Jó. Hát jöjjön előbb az. Nem, az, az a sztori, hogy azért hoztam ezt a dalt, mert nem nem én vagyok a dalt, azért hívom így mert a kísértett dala a címe, uh -huh. és, és azért is, mert anyukám megzenésítette ezt a verset. Ugyanis anyukám, oh. nem csak, sőt, el, előbb, volt, előbb volt énekesnő és dalszerző, ilyen gitáros, gitáros énekes, mint ahogy francia tanár és könyvtáros, és innen jött igazából a, a a zenei érdeklődésem is, meg a művészet szeretete is valahol. Anyukám nagyon sok verset megzenésített. Egyébként lehetőt látni a Stefánia Palotában havonta vagy két hetente, nem is tudom, ilyen irodalmi esteket tartanak, ahol mindig más-más tematikában nagyon sok vers megzenésítést is játszanak, és nagyon hát hát ez általában teltház van, úgyhogy ez menjetek, menjetek, jó. menjetek, menjen mindenki. Hogy a, irodalomra. a Stefánia Palotában uh, Hú, csak tudnám most hirtelen, de majd... Jó, majd lehet a videó alá kiírom. És a Jó, de a, hogy pontosan hogyan, mm -hmm. de Stefánia Palota programjában ö, szerepelnek mm -hmm. havi rendszerességgel legalább irodalmi estek. És ö, anyukám megzenésítette ezt a dalt ö, egész régen egyébként, de sose vették föl. neki nagyon sok olyan dala van máig, ami még nincs rögzítve, remélem, hogy ezen fogunk tudni változtatni hamarosan. Egy párat nagyon szeretnék fölvenni, és az egyik, amit a legjobban szeretnék fölvenni, az ez a kísértett dala. Üm, ő egy ilyen egészen gyönyörű, sejtelmes, különös melódiát talált ki hozzá. És amikor megkaptuk a, a 2003-ban a Színház és Filmművészeti Egyetem felvételének, a második fordulójában megkaptuk a feladatot, hogy tessék itt egy tekercs film, egy órád van, válasz egy verset, fotózzál 36-ot, abból válasz ki 5 képet, vagy 10-et, és rakj össze egy ilyen fotókollást, ami a vers és a fotóid. Uh -huh. És akkor én ott bizony azt a megoldást választottam, nem jutott jobb eszembe, sőt, igazából az egész jó ötletek tűnt, hogy fogtam ezt a kísértett dalát, amit ugye tudtam fejből a dal miatt is, és, és elindultam az utcán, és, és arra jöttem rá, hogy mindjárt felolvassuk, akkor meg lehet érteni talán, hogy, hogy a hajléktalanok az utcán, meg a Calvin téli aluljáróban, meg itt, ott, ott hogy ahogy ilyen teljesen, teljesen láthatatlanul, mint szellemek léteznek a városban, az, az nagyon nagyon szépen és szomorúan valahogy összhangban van ezzel a... Ezzel hát a ez mekkora találat. És akkor végül is továbbjutottam a következő fordulóba, úgyhogy valamit valószínűleg eltaláltam. Ez, nagy, ez nagyon nagy találat, igen. Hmm. Igen, 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 igen. Mert ez egy jó kérdés lett volna, hogy szerinted ki, 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 az, ki az én ebben a, ebben a versben, mert annyiféle hmm. megfejtés lehet, vagy létezhet ebben. Én is már többfélét, többféle találatot. Kíváncsi vagyok a te megfejtésedre is. <kül> nekem nincs megfejtésem. Ez nekem hol, hát, Hol egy gyerek szólal meg, hol egy szerető, hol egy bántalmazott, de igazából a te verziód tökéletesen működik hozzá, úgyhogy köszi ezt a megfejtést. De szerintem ez a, ez a csodálatos ebben a műfajban, hogy bárki lehet a, az én. És ez ez a, 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 a tiéd azt tetszik. Nem gondolom, hogy mélyen menjünk bele abba, hogy hogyan rendeznéd meg a felolvasását ennek a versnek többféleképpen lehet mondani. A YouTube-ban egyébként nagyon sokan szavalják, vagy ott tetten érhető néhány verzió. Úgyhogy lehet ezzel is játszani, ismerkedni, mint ahogy egy zene számot, egy komoly zenei darabot is hányféleképpen elő lehet adni. Úgy versnél ugyanez van. Nem várom el tőled, hogy <laughs> te olvast fel. <laughs> Ezt akartam. Mondani. Akkor adjunk hozzá még egy verziót a YouTube-on találhatókhoz. <laughs> Vörös Sándor, a kísértett dala Zúg az öreg erdő, száll a fehér felhő, Összebújnak a vadak, itt benne szívemben, Miért üldözöl engem? Soha se bántottalak. Jeges éjszakában ősztiporja hátam, Cinket épi a fülem, Bodzabokor ágról csurográm a zápor, nem adnak szállást nekem. Hát ide vigyázzál, ha te áznál, fáznál, én nem küldenélek el. Adnék cipót lágyat. Jó száraz ruhákat. Minden félét, ami kell. Ha nem áznék fáznék, mindig rád vigyáznék, mint a nagy fehér falak. Ó, miért nézel úgy rám? miért nem vagy jobb hozzám. Soha se bántottalak. Köszi. Jól fog illeni a sorban, <tosz> <tosz> úgyhogy tényleg szép volt. Öm, jó, szóval ez, ezért is áll hozzá közel, mert egyrészt az anyukád előadása gondolom, hogy Nekem ehhez illetve... egy dallam is van, igen. És ez az most nagyon Most nem kérem meg, hogy énekel, én de bár... Ez... Hát, el... hoztam volna gitár, de nem mondtátok, hogy azt is lett. De nem, ez tényleg anyukám, anyukám erődésebben kell hallani, úgyhogy remélem lesz Vörös Sándor est is hamarosan majd. ez annyira egyszerű, annyira egyszerű ez a vers, nem? Tehát, hogy a, a, én nekem, én szerintem azért a minden negyedik ember Vörös Sándor verset hoz, mert, mert az, a, az, a, az egyszerűség és, és töménység és velősség, amit ő el tudott érni, az a szint, az ilyen, az ilyen egészen világszínvonal. Tehát... Abszolút, nagyon nagy hatású Szépen. ez is. Ahogy a, igen, mindig az egyszerű, egyszerű megfogalmazott frappáns mondatok ütnek a legnagyobbat amúgy az életben is, ugye ezekből a bölcsességekből már tudjuk. E, és ő ezt nagyon érti, hmm. hogy olyan, olyan, és az ember ugyan mögé képzeli az ő személyiségét is, azaz az az, 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 kis furcsa embert, <laughs> e, és, és az, azzal még kap még egy szint, hogy mintha ezt ő mondaná el, fantasztikus. És sose, én, én például nem emlékszem arra, hogy tanultam volna Vörös Sándorról, hogy uh -huh. ő milyen ember volt, vagy tehát hogy az, hogy az a kis furcsa ember, akit én mögé képzelek, az csak az alapján van ott, hogy olvastam, amiket írt, és ahogy megszólalnak azokat. Tehát csak azokat a megszólalásait Van egy-két interjú vele a YouTube-on. Na, akkor majd nézek. nézzél. Hát óriási élmény lesz. Igen. A, e, ha, nem, nem akarok putaságot mondani, de úgy emlékszem, hogy a, a Balázs Árpi bácsi, ugye a, a filmjém zeneszerzője Balázs Ádám, és az ő apukája Balázs uh -huh. Árpád írta a bodza virágot a, a Nemes Nagy Ágnes verséből, ami a, a Mindenki az Oszkár kisfilmünk végén elhangzik, és a, az Árpi bácsi mesélte szerintem, hogy a, hogy a Sanyi bácsi val összejárkáltak, és magárkodtak, és Mi milyen, jó, milyen jó figura volt. Úgyhogy... Aha. Meg fogom nézni. <laughs> Van valami bár másféle vagy más személyhez valamilyen kötődésed így a szépirodalomból? Mert most a Vörös Árdot azt most így megértettem. De viccelődtem például azon, hogy majd fejből kell majd elmondanod pár verset, és akkor elkezdtél számolni, hogy azért párat <laughs> tudsz, de akkor ők kicsodák lennének, hogy mi az, ami ami, ami ja, még hát... így közel áll hozzád. Most ezért nem tenném magamat nagyon próbára. Nem, de, nem, de akartam... Csak, akartam nem, nem akarom, egy hogy, no, nem egy akarom kis... hogy tavaly, csak az hogy, az, hogy nagyjából mik jutottak így hirtelen az eszedbe. Mindig az jut eszembe, hogy a, a, most nem akarom őt leleplezni névvel, mert lehet, hogy de nem, de a Méter álnéven alkotó műsorvezető társam, a férke Visszatér Kettőből, a kedves barátom, ő egy, egy bizonyos pontig az életében egy fantasztikus költő volt, és egyszer csak, így mint akit elvágt így soha többé nem írt verset valamiért, mm. amit én nagyon sajnálok. Vagy inkább úgy mondanám, hogy azóta nem írt verset, mert remélem, hogy egyszer majd csak ez visszakattan és újra elkezdi, és biztos volna miből, de neki uh, vannak olyan sorai, amik valami miatt például soha nem mentek ki a fejemből. De ezek ilyen is viccesek. Most elmondhatok egyet, például nem is tudom, hogy ennek mi a címe, de uh, ez, ez, egy ilyen kis sk skic poén, ami hmm. egyszerűen nem, 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 nem tudtam, húsz, húsz éve mondta el nekem egyszer szerintem, és nem, nem felejtettem el azóta, és ez úgy hangzik, hogy reggel veled kelek, veled lehet kerek, a négyzet is, ha kell, az élet visszanyer egy kicsit magából, ha mérget szívsz, haver. És ez lehet inkább dalszöveg, vagy rep is lehet, vagy tudom, vers, de, de hogy szabadon tök, jó, tök, jó, tök jó kis dolgok meg ennél sokkal komolyabb és mélyebb és hosszabb dolgai is voltak. Azokat most nem biztos, hogy tudnám idézni, de majd ő, ha ő akarja egyszer, akkor majd előáll. Na jó, szóval egy, bar, egy barát tollából Például. vannak így. De hát nyilván ott van a bodzavirág, a már említett bodzavirág, az, az, az is egy óriási egy viszonyulás, vagy nem tudom, nekem a, a Nemes Nagy Ágnes -e. De ez és ez és honnan jön? Hogy honnan? A kötődés. Hát ugye mindenki végére betettük a dalt. Azt tudom, tudom. És... Ja, ja, nem, bocsánat, azt, azt, azt teljes mértékben a Balázs családnak köszönhetem. Ja, értem, a... jó. Az Árpi bácsinak van ez a sztoria, hogy, hogy voltak lent a, a... Balatonon a, fú, hol van az az alkotóház, híres, nevezetes, most nem itt eszembe, zébetűs, de hogy a Nemes Nagy Ágnes is éppen ott volt, meg ők is a családdal éppen ott voltak, és akkor sétálgattak a kertben, nézték a felhőseget, valamiről dumáltak, majd egyszer csak este a, az ajtó alatt jött egy ilyen, ezek kis, két kis hexaméter, és, megkapott egy verset az Árpi bácsi Aha. a beszélgetésük alapján. És akkor másnap este meg ő csúsztatta be az ajtó alatt a kottát a, a Nemes És akkor a, a bodzavirág, ez a kórusmű maga, ez így született tulajdonképpen egy ilyen kis adok-kapok keretében, és akkor az Ádám, Balázs Ádám, az Erpi fia, aki nekem már addigra egy bevett alkotótársam volt, mert dolgoztunk együtt többször, őt kerestem meg azzal, hogy a mindenkinek a végére kéne egy ilyen atombomba erősségű kórusmű, amitől így elolvad mindenki, és akkor azt mondta, hogy Hát itt van ez a, Itpes, igen, itt van. van ez a bodzavirág, ez egy ilyen méltatlanul kis elfeledett műve az apukámnak, de mit szólsz hozzá? És meghallgattam, és rögtön megvolt az a hatás, amit kerestem, csak az volt a baj, hogy ugye egy zongora felvezetéssel kezdődik az egész, és nekem meg a dramaturgia miatt mást uh -huh. kellett, hogy tudjon az a dal. És, de hát lehetett dumálni szerencsére a szerzővel, úgyhogy a Árpi bácsi megengedte, hogy egy kicsit kicsit a hentes bárdal megcsonkítsuk a, az eredeti művét, és akkor így lett az a verzió, ami a Gondolom, nem duzzogott azért a végeredmény de, miatt. De nagyon, nagyon, hogy mondjam, nagyon gondosan, figyelemmel kísérte a sorsát, tehát hogy azért nekem el, el kellett mondanom neki pontosan, hogy mi fog történni a dallal, és hogy hogyan és ez miért fontos, mire ő azt megengedte, hogy ezt megcsináljuk, tehát Aha. nem nem az volt, hogy csak így. Persze, csináljatok vele, amit akartok, hanem ezért fontos volt neki, hogy zeneileg értelmezhető dolog történjen ott, de aztán látta, hogy uh -huh. valamennyire nekem is van ez érzékem, és várj Istennek, ez, ez nem volt gond többé. Um, volt egy téma, amire mondtam, hogy majd később térjünk vissza. Ez a tudsz -e filmet nézni? <laughs> cipusú kérdés. Volt nekem már itt olyan vendégem, talán a Csárna Szabó azt mondta, hogy azért szeret verseket olvasni, mert ahhoz neki semmi köze, és el tud, benne, el tud benne jobban mélyedni, vagy hogy mondjuk ki tud kapcsolódni azáltal, hogy például verseket olvas, de amikor már mondjuk egy regényt kell elolvasni, vagy egy novellát, akkor akkor már idegesíti, hogy hát én ezt itt nem így csináltam volna, itt Igen. nem jó a tempó, itt egy kicsit ez hozzá, stb. stb hogy ez rendezőként is azért, és ahogy te mondtad fiatalkorodban, te azért elmondtad, hogy ezt jobban meg tudnám csinálni, de úgy, hogy már azért ennyi tapasztalat van mögötted, talán én azt gondolnám, hogy, mert én is például ö, több ezer verset írtam, de én, én, engem is sokszor zavar a, az, ha másét olvasom, és, és egy kicsit nekem ott nem, nem oké, okay, <laughs> ott meg tök jó lenne mondjuk élvezni. És hogy rendezőként is -e, így, így tudsz-e filmet nézni, vagy tudsz-e egy. Egyébként szerintem egész jól tudok, uh -huh. és ez, 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 sok munka eredménye, de meg kellene hozzá körülmények, és nagyon nehéz rossz filmet nézni, az biztos. Tehát, hogy ha, ha lépten nyomon fennakadok abban, hogy jesszusom, ez mi, és miért, és hogyan, az az, 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 borzasztó érzés. És, és nagyon nehéz. Azért el tudok veszni jó filmekben, és nem is kell hozzá olyan sok. Szerintem az volt, hogy fiatal koromban mindent elemző szemmel néztem, mert tudni akartam, hogy hogyan csinálták azt, amit csináltak, tehát még a jó dolgokat sem tudtam teljesen élvezni, és akkor tényleg nagyon jó kellett, hogy legyen egy film, és nagyon kiemelkedő ahhoz, hogy elkapjon. És akkor, amikor ö, beletanultam egy picit a filmkészítésbe, akkor ezt egy kicsit elkezdtem elengedni. Ez már odáig fajult szerintem, hogy már legfeljebb arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan lehet azt, olcsón megcsinálni, vagy költséghatékonyan, vagy egy egyszer mobiltelefonnal, és egy ember vf -ig. Tehát, hogy ezekre az ötletekre vagyok kíváncsi, amikor valami igazán szellemes, ilyen házi barkács megoldás, mm -hmm. ilyen Michel Gondry féle őrület van a dolog mögött, és ez hoz mondjuk lázba így a filmcsinálásnak a, film a blikfangjai közül. Viszont ezt viszont már tehát nekem például meg a kortárs tánc ez, amit mondott a Csernaszabó, hogy, hogy ahhoz semmi közöm, de úgy úgyis semmi közöm, hogy szerencsére a feleségem Ninakov koreográfus, ugye ő, ő révén én megtanultam nézni ezeket a darabokat, tehát valamennyire tudom befogadni, ja. euh, talán jobban, mint mondjuk az utcáról betévedő átlag bárki, mert ehhez sajnos azt kell mondjam, hogy van egy ilyen pici pici gyakorlás, ami kell az elején, hogy tényleg tudja jól nézni az ember, de egyébként ez akár egy klasszikus zenei műhöz is azt, azt hiszem, hogy tartozna, vagy tartozik, csak azt szerencsére tanuljuk az énekórán valamennyire uh -huh. az iskolában is, hogy hogy kell egy zeneművet hallgatni, a táncműveket meg nem nagyon tanuljuk befogadni, egyébként elárulom a titkot, körülbelül ugyanúgy kell befogadni őket, mint egy zeneművet, és akkor, akkor, akkor minden oké. Okay. Csak hát én erre, a dramaturgiát kerestem a táncban is mindig, és ezt el kell engedni sokszor. Na de a tánc ez nekem olyan, az tényleg olyan, hogy, hogy és most nagyon ritkán jutok el egy jó tánc előadás, de az olyan tud lenni, hogy, hogy azt tudom mondani, hogy na ehhez akkor nekem tényleg semmi közöm, ez úgy, ahogy van, csodálatos, inspiráló, gyönyörű és tiszta szépség magában, amit én most itt így be tudok fogadni, és hát tudok engedni hmm. magamon, és semmi nem fogok fönnökadni. Az nagyon jó érzés. Jó, mert neked ez kéznél van legalábbis ez a kikapcsolódás. Igen. Ha időd engedi ezek szerint. Olyan volt már, hogy megnéztél egy filmet, és a végén jöttél rá, hogy, hogy te teljesen civil voltál. És most megnézem még egyszer, mert ez ez valami miatt működött. Hú. Hmm. Hmm. Hát érdekes kérdés. Hát nekem például a, a minden-mindenhol, mindenkor ez egy kicsit olyan volt, ez annyira letaglózott, annyira. annyira át gőzhengerezett rajtam, hogy ott teljesen, teljesen elfelejtettem, hogy én egy filmes vagyok. Hát, és ez, nagyon, nagyon ez egy nagyon megosztó film, nagyon sok mindenkinek nagyon tetszik, és nagyon sok mindenkinek nagyon nem tetszik. Tavaly, nem, nem ide, hanem tavaly nyerte meg az összes létező Oscar díjat nem Ez a Daniels nevű rendező párosnak a, a, filmje. Ja, tudom. A... Igen. Tudom, tudom, tudom. Hát én is Akkor egy, vagy egy táborba tartozunk. De de az, az volt az a film, ahol nem csak én voltam szakma bélén nézőtéren, hanem a tudtamunk kívül a Tiszekerdani rendező kollégám is ott ült a nézőtéren. Ő, ő, ők is párban, és így a végén a Ninával így ott ültünk, így a szék, és nem bírtunk felelni, és így csak mondom, hogy azt. Ez mi volt? És tényleg olyan értet, hogy amikor ugye sírva fakad az ember, konkrétan amikor két kavics némán beszélget az a jelenet, és így nem tudsz mit kezdeni magaddal, mert tényleg úgy van ez a film kitalálva, hogy így minden érzelmet átélsz, hogyha ha hagyod magad. Hát, szóval igen. És akkor a Dani akkor így egymásra néztünk, és így azt mondtuk, hogy. Hú -hú. <gül> <gül> és azt hiszem, aztán utána egy kicsit később, de lehet, hogy javítson ki, hát évedek, de egy kicsit később úgy döntött ő végül, és ez neki annyira azért nem tetszett, vagy így nem, nem tudta annyira úgy, úgy pozitívan értékelni az élményt, utólag. de hát ott nekem kellett egy, egy, egy pár nap, meg egy újranézés, meg egy pár ö, vita a filmről ahhoz, Aha. hogy úgy helyre kerüljön, hogy itt mi történt. Na, de ez tök jó, ugye, hogy, ja. hogy tudnak ilyen dolgok történni veled, Hát tudnak, egy, egy hogy moziban. Igen. <laughs> Igen, de ez, tényleg mondom, ez tudatos munka is, azért, hogy ezt elengedem, hogy, 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 hogy ne elemezzek. És ha, ha, nem gáncsol el a film valahol, hogy mégis muszáj, akkor azért ezt, ezt, hagyom magam berenteni. A beszélgetésünk végére még egy témát bedobnék. Um, nemrég voltál, ha jól tudom, zsűrizni AI film eh, témakörben. Eh, engem civilként is eh, érdekel az éjjájnak a fejlődése, másrészt az én civil foglalkozásom is érintőlegesen kapcsolódik ehhez, és az a <kül> benyomásom, hogy most már a képgenerálás, meg a szöveggenerálás az, az, az most már a toppon van, még lehet persze minden javítani, de az már most oké, okay, és már elkezdtek jönni a mozgóképes verziók is, ahol olyan világokat lehet megteremteni, amit hát filmesként rettenetes díszletek, vagy rettenetes cgi -ok, vagy stb. írtozatos pénzek <tosz> és beletett munka <tosz> helyett most már az AI legenerál nekem két perc alatt. Igen. É, és nyugodtan merül föl, hogy a kérdés, ami egyébként akár a a fotózás kontra fényképgyártás, a, a szövegírás kontra a ChatGPT és a kapcsán, hogy, ö, hogy, ez most ö, hova vezet, mit látsz te ebben, felértékelődik-e az ember által legyártott valami, vagy pont, pont hogy elvész? Hát ö, elég sok ö ilyen paradigmaváltást láthatunk át így a 19. 20. 21. századra. Tehát, hogy mindig, mindig, mindig máshogy, de mindig valahogy a művészek feltalálták magukat. Én nekem most inkább arra emlékeztetett, amit láttam a pár hónappal ezelőtti AI filmfesztiválon, amikor bejött az elektronikus zene, Nyilván ennek én nem az első hullámát, hanem inkább talán a harmadikat éltem át valahogy így a 80-as évek végén, amikor gyerekként jött mondjuk a techno, de, de hogy ott, ott kezdett el elég olcsó lenni a számítógépes zenekészítés ahhoz, hogy például már én is tudtam szekvencerezni, trekkerezni, és akkor Éreztem azt először, hogy olyan mennyiségű zene keletkezik hirtelen, annyira demokratizálódik a folyamat, hogy, nagyon komoly szűrőkre van szükség, szűrőre van szükség ahhoz, hogy a kincseket, az aranyat a sok szemétből valahogy megtalálja az ember. Mert az is valahol akkor egy olyan mankót adott nagyon sok alkotni vágyó ember kezébe, ami túl, túlságosan könnyűvé tette, hogy keletkezzenek új dalok. Na hát most ez lépett még egy szintet, most már Aha. még ennél is könnyebb, hogy keletkezzenek új dalok, de, de az, hogy a, ezek közül mondjuk az ezerből melyik lesz az az egy, amelyikre emlékezni is fogok még holnap, ahhoz már szerintem fog kelleni egy, 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 DJ, vagy egy kurátor, vagy egy emberi ízlés, hogy ezt megtalálja. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a, a szándék, az emberi, az emberi intent, nem tudom, milyen szép szó erre magyarul. Tehát a, 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 az, hogy, az, hogy én akarok valamit közölni, az, hogy én egy ember vagyok, és van egy sajátos nézőpontom, és én valamit szeretnék elmondani neked, a másik embernek, azt nem tudja a gép, és azt még nem is fogja egyedik -egy tudni, tehát saját magát promptolni, bár nyilván be lehet ezt is állítani, hogyha éppen ezzel akar szórakozni az ember, de olyan, olyan igazán jól, még egyelőre szerintem úgy, hogy abból valami igazán engem megérintő dolog születhessen, én, én olyat hm. még nem láttam. Be lehet konfigurálni két chat GPT-t, hogy addig beszélgessenek egymással, amíg egy skizofrén művésznek a fejében lévő két hangot vele, hogy így legenerálják, és aztán promptolnak egy képgenerátort, vagy egy filmgenerátort, vagy bármi. Én azért még megvárnám, hogy, a, hogy, hogy, ez mikor jut el oda. Hát hogy... Én azt gondolom, hogy talán valóban gondolkodni helyett nem fog, tehát azt nem találja ki, hogy Tök jó lenne, hogyha ebben a jelenetben egy repülő teknős béka csinálna két szaltót, viszont ha te elmondod neki, hogy ezt szeretnéd, akkor lehet, hogy hamarabb hozzájussz. Tehát hogy egyfajta Persze. eszközként lehet, hogy... Hát az már most használjuk nagyon sokan filmesek Ö, olyan célra, ami hát ilyen previzualizáció igazából, tehát az ötleteink átadására az, hogy meg tudjuk mutatni a pénzembereknek, befektetőknek, kollégáknak, akikkel együtt dolgozunk, hogy na, ilyenre gondoltam, hogy ilyet, ilyet, csináljunk. Háttereket is tök jól lehet csinálni. A statiszták munkája az szerintem eléggé rövid úton ez, ez fog válni, vagy nagy részt. Aha. De persze ott is azért, akik jobban látszanak, meg akik jellegzetesebb dolgokat csinálnak, azt lehet, hogy még, még jó ideig oda fogjuk hívni inkább a a tapasztalt háttérszínészt teszed be, hogy könnyebben elérjük azt, amit, amit akarunk. Az egyéniség a színészi játékban például, az rohadt nehéz. Tehát az, hogy valaki egy alakítást rakjon föl oda, egy színészi alakítást, ami ugye abban benne van a színész saját egyénisége, a karaktere, akit meg van írva, az írónak a saját egyénisége, aki megírta azt a karaktert, ahogyan az megszólal, a rendezőnek a mindenféle elképzelései, ahogy ezt fölrakja, a vágónak a ritmusérzéke, ahogy ezt megvágja, tehát az mind egy színészi alakításnak a része. Ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, is. az, hogy ki lehessen egy szeme villanásából olvasni valakinek azt, hogy éppen mi suhanált az agyán, miközben ránéz a vele lévő másik emberre, az nem egy olyan dolog most még szerintem, amit egy AI képes megalkotni. Uh -huh miközben e végtelenre nyitja a lehetőségek tárházát, tehát hogyha valaki holnap akar Ez csinálni. Már eddig is végtelenek voltak, csak kicsit drágábbak. Hát hmm. igen, lehet. De egy, egy, egy főszerepben Brad Pitt és Marilyn Monroe. Ja. Hát ha, a be, ha, Brad Pitt hozzá, erről és Marilyn <laughs> Monroe örökösei is kapnak pénzt. Tehát... Bele. Persze. Nem, mert lehet ilyeneket. Hát ez, ezek, ezek, ezek viccesek, és biztos, hogy lesz sok ilyen. Igen. Hát biztos. É. És, és valószínűleg már van olyan is, amit AI meg, által megírt forgatókönyv által, AI által legenerált film, háttérben AI által legenerált zene. Tehát, hogy Gondolom, de ez nagyon most sok, már... sok ilyen volt az AI főfesztiválon. Ilyen, a Igen, csak ugye itt még a kép, a mozgókép generálás nem tartott ott, amikor ezeket a pályázatokat látták, ahol mondjuk most tart, vagy ahol hat hónap múlva fog tartani. Tehát Igen. ez nagyon gyorsan fejlődik. De én például hülyét kapok az AI voice még most, a legjobbaktól is. Uh -huh. Tehát volt egy csomó olyan film, ahol AI színészek beszélgettek egymással. És a hideg futkos által, mert nekem nagyon érzékeny a fülem a, a, a színészi játék finomságaira, és Aha. hát semmi, tehát hogy ez a pont, pont az hiányzik belőle, ami, ami, és akkor néha egy kicsit így még le is bukik, hogy, hogy gép, de, de csak maga, maga a, a, végtelen üressége az egésznek. Az, hülyét kapok. Na, mindegy, de de nagyon hasznos eszköz, nagyon jó játszani vele, nagyon segíti a kreativitást, meg kell tanulni használni, és én Te Követed, nézegeted, próbálgatod? Próbálgatom, igen, mert igen. Mert gondolom, hogy kell. Most uh, valahol olvastam, hogy a hamarosan a szinkronok mellé a szájmozgásokat is be fogják illeszt, tudni illeszteni a AI -jal. Az még egy, igen. Az még egy érdekes lesz, amikor a hollywoodi produkciókban magyarul beszélnek az emberek. <laughs> teljesen? Ez, ez teljesen jó szerintem. Szerintem, szerintem is csak jó. Nincs gondom. Végezettül szokás és utolsó kérdésem, mivel foglalkozom most, mi vagy benne nyakig, mire készülsz, mire mm. számíthatunk tőled. Nyakig, nyakig, nyakig benne vagyok. Egy, egy, egy magyar vonatkozású dologban is benne vagyok nyakig, az, az ezt még nem jelentettük be, úgyhogy olyan sok minden nem tudok róla mondani. De egy számomra nagyon kedves színdarabnak az adaptációján dolgozunk, uh -huh. amit még remélem idén le fogunk forgatni. És dolgozom egy pár külföldi vonatkozású terven is. <laughs> de annyira, nem, annyira nem, nem, nem hogy tudod, van az a pont, amikor az ember elmegy turnézni a médiába, hogy akkor most reklámozza igen, az éppen igen, aktuális igen. dolgot. Most nincs ilyen. És most nincs ilyen, és most én akkor még, amikor így nem született meg a gyermek, akkor nem szeretem még előre kijönteni a fürdővízzel együtt. A... Jó. Úgyhogy most ilyen tízereket tudok mondani. Hogy... Aha. Hogy Ezek nagy egy filmek, vagy... Nagy film és sorozat tervek vannak, igen. Kisfilm, kisfilmek nagyon érdekes, de a kisfilm olyan sok munka ahhoz, hogy igazán jó legyen, meg el is jusson az emberekhez, hogy, hogy nekem nem jött olyan kis filmötletem most az utóbbi években, ami megérte volna azt a fáradtságot. Aha. Úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy akkor inkább már kicsit, kicsit jobban lefáradok, de akkor legyen egy nagy film belőle. Aha. Tehát akkor magyar, külföldi nagy film, sorozat, és ilye ilyesmik. Több, és so so sok és lelkes helyette. vagy. Szerintem igen, igen, most visszatért. Tavaly egy kicsit elveszítettem a az lelkesedésemet, azt hiszem, de akkor, akkor Ninának segítettem. Uh, Nina egy hihetetlen uh, irányt vett igazából, most már nem embereket koreografál, hanem drónokat, drónsókat csinál, ilyen kicsi, ilyen veszélytelen, beltéri drónok, mint kis Szent János bogarak zümmögnek, röpködnek, és szép koreográfiákat járnak a Már hogy a színpadon? Légtérben. Igen, ezek ilyen színpadi előadások, illetve olyan is volt, ami tehát volt például tavaly a Kristály szintérben egy installáció a tavaszi fesztivál részeként, ami egyben ö, részvételi színházi előadás is volt, meg drónsó is, ö, az volt a címe, hogy utópia, Uh -huh. és Flying Data ennek az egész dolognak a neve egyébként, az ő társulatának a neve, és akkor tavaly például ebben besegítettem, egy kicsit szüneteltettem a filmezést, egy... Jó és hát értek a drónokhoz az... is egy picit. Azt tök, az tök, az tök jó, hogy van lehetőséged egy kicsit félretenni mindent, mással foglalkozni, és idén már ismét lelkesen a filmgyártásba visszatérni. Hát nagyon szépen köszönöm, Kristóf. köszönöm, hogy meghívtál hogy itt voltál, köszi a verset, most különösen Veres, Vörös Andorral nem foglalkoztunk, mert már annyit beszéltünk róla itt, <laughs> itt, az, itt az, elmúlt hónapokban, hogy, hogy, nem kellett, de hogy ezt a verset hoztad, és egy ilyen nézőpontot hozzá, az különösen, különösen tetszett. Várjuk a filmjeidet, sorozatokat, és kitartás sok erőt kívánok a jövőbeni munkáidhoz is. Köszönöm szépen. Ez volt a hozzá egy verset, Rimportré magazin. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Ugye péntek este 9-10-ig a rádiókafén ez egy vágott verzió. De 10 már a YouTube-on és a Spotify-on vágatlanul tudjátok élvezni a műsorokat, úgy a mait is. Egy hét múlva ismét találkozunk. Sziasztok!